שלום, אנחנו קוראים מספר כתבי רבש. Tehát jó reggelt mindenkinek! Rabas írásából olvasunk, a Rabas második kötetéből, hogy mit jelent a Hanuka gyertyatartó baloldalra a munkában, és mondják, hogy honnan fogjuk folytatni, nem a cikk elejéről olvasunk. Kérdéseket föltennek a Balatévén keresztül, a meghatározott kérdések fölvesznétév a lecke során. Tehát mit jelent a baloldal a Hanuka gyertyatartónak a munkában? Oké, mondja Rav. Tehát mi tudjuk, mondja Rav. Tehát nincs mindenkinek könyve. Tehát mindenki, az állagy, ha mindenki fejből tudná a szöveket. Én emlékszem, hogy tanult a fiam Jeruzsálemben, a óvárosban. Ott volt egy különleges jesiva, Zilbermannak hívták a rabbit, akinél én is tanultam, egy kabarista volt egyébként. És nyilván a gyerekeket sok helyen tanították, de ő mindent tanított, és ő amit tanított, tudott fejből. Tehát tudta a Bibliát is fejből. A Misnának is tudta a folyórészeit fejből, és a Gemarának is. Tehát fantasztikus volt, hogy mindenben volt a fejében. És én beszéltem vele. Tehát ő mindenkit így szeretett volna megtanítani. Ő azt mondta, hogy az emberben egy belső forradalmat okozna, hogyha látná és tudja fejből mindezt. Tehát a teljes Tóra benne az emberben, és a Misna is, és a Gemara is. Tehát akkor a világot úgy tudná az ember nézni, hogy csak ezek a szövegeken keresztül ítélné meg. És nyilván ez nyilván akkor ez onnan származik, amikor még az izraeliek is műtés magasában voltak, és ott voltam valamifajta vizsgáján a fiamnak. És akkor ez volt a kérdés, hogy hány csengő van a főpap ruháján. És tehát ez két oldalnyi cucc volt, amit tudnia kellett fejből. A Tóra ez leírta, és ezt fejből kellett tudni. És akkor elmondta egy darabig, és akkor onnantól kezdve neki kellett mondani a folytatást. Na de miért volt ez? Miért kérték ezt tőle? Tehát nyilván ezeket a szövegnek a reformáló fény bevonására használt részét kellett megragadni. Tehát nyilvánvalóan tehát minek kell ez a nyilván a Tórát egyetlen dologért kell tudni a reformáló fény megszerzésére kiben. Tehát nyilván abban az állapotban, amikor a Tóra valakiben benne volt és fejből tudta, akkor egyszerűen ilyen módon tudott a Tórával dolgozni. Ez nagyon egy nagyon egyedi módszer. Tehát nagyon egyszerű, hogy a fejből tudjátok a szöveget. Ismert, hogy egy emberbe bele van fogadva az egész világ, azaz, hogy Izrael és a 70 nemzetnek a tulajdonsága egyetlen emberben benne lehet. Azaz, mi mindig arról írunk, hogy a Tóra mindenki számára meget írva, ugye, tehát Ábrahám nyilvánvalóan mindenkinek át szerette volna ezt adni. És ilyen módon mindenki az egység felé kellett menjen mozdulni, de tanultuk az edények töréséből, hogy az adakozás és a megszerzés királyai, ahogy azt tanuljuk,
hogy hogy lehet a Gagatanaimot, az adakozás edényeit korrigálni, ez a Habat Hagat edények, ez valami teljesen más, mint a Tanhinak az edényeit korrigálni, amely a hátat fordított edényekről szól, a megszerzett edényekről, és amikor az edények töréséről beszélünk, ugye ez Habat Hagat, ami nem ragyog fény, és a Gagatanaimon sem ragyog fény, és ugye ezek csak azért törtek el, mert a Tanhi is eltört, és a fény, amikor a Nikudim világából leereszkedik a párszán keresztül, a törésen keresztül, nyilván a Gágáta Vinaimi a zonnak átáramlik a fény az Ahabda zónhoz, a párszá alatti edényekhez, és ez volt az oka annak, hogy minden eltört. Ez olyan, mint egy általános hatalmas törés történt volna. Ezért mondjuk azt, hogy amikor elkezdünk a struktúráról beszélni, akkor különleges korrekcióra van szükségünk, az Ágatányában, és a második korrekció nyilván az Ahabon történik, mert itt itt másfajta fényeknek kell megjelennie az Ahab korrekcióján és a Ágata korrekcióján. Nyilván ez mást is jelent egy kicsit, hogy nem annyira teljesek ezek, és nem annyira kerekek. Tehát egy kicsi illumináció jelenik meg, és ezért ugye ti a nemzetek maradékhoz tartoztok, mert gyenge edényeitek vannak, mondja ugye a Tóra. Ezért minél közelebb vagyunk ehhez, azaz a korrekciót az egyszerűtől kell folytatnunk a bonyolulta felé, és látnunk kell, hogy kik azok, akik a Gázanaimhoz tartoznak, és őket nevezzük ugye Jeser Kielnek, Izraelnek. És a keményebb edények, amelyek az erősebbek, ezeket a nemzetedénynek nevezzük, ahogy ezt mondtuk, tehát van 7 milliárd ember, ugye ez hasonlítsuk össze a 0,1%-os zsidókkal. Tehát nekünk egy óriási felkészülés kellett Izraelben. Tehát nyilvánvalóan itt nagy fény korrigál bennünket, és ezen a módon, csak ezen a módon tudjuk elérni az általános korrekciót, és ezért mondjuk azt. Ez, ahogy felosztjuk az emberiséget kis edényekre és nagyokra, és tehát van a Gagatanaim és az Ahabnak az edényei. És akkor mit mond itt? Ismert, hogy a munkának a lényege, hogy egy ember tartalmazza az egész világot önmagán belül, azaz Izraelnek a lényege, a 70 nemzetnek a lényege az egyetlen emberben megtalálható. Azaz, a egyetlen ember tartalmaz az összes rossz minőséget, ami létezik a 70 nemzetben, és ismert, hogy a 70 nemzet a világon belül azok a szentség 7 minőségével szemben terjednek ki, mert Isten ellentétes módon hozta létre egyiket a másikkal, és minden minőség 10 részt tartalmaz. Azaz mondja, az ember a világnak a része, és mindkét módon tartalmaz az ember a világot, tehát is így korrigálódik a világ is, tehát mindenki magát korrigálja, és ezen a módon a világot is korrigálja, mivel mi a fogaskerekek rendszerébe vagyunk befoglaltatva, és mindenkinek van egy belső struktúrája, úgy, hogy az egész világ kismértékben tartalmaz mindent, és spirituális értelemben minden egyes ember a saját belső korrekciójáról kell, hogy gondoskodjon, és ennek fontosabbnak kell lenni, és befolyásosabb bizonyos szempontból, mint hogy az egész világot befolyásolni az embert. Itt egy, mintha lenne egy hátramenneti kapcsoló is. Tehát két oldal átjáró ez. Tehát, hogyha a legfontosabb erő a világban
Hát ki maga az ember? Hát az ember egy senki, mondja rá. Tehát a spirituális értelemben ellentétesek vagyunk, ez amiről beszélünk, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt értsük, hogy az ember határozza meg, hogy a világ milyen állapotban van, és az ember ilyen szempontból fontosabb bárminek. Tehát mi tanuljuk ezt a mennyiség és minőség összefüggések halmazában, hogy a nemzet általában minőségről beszél, van egy spirituális érzéki különbözet, és aztán megjelenik a minőség. Na, olvasd tovább! Ez a jelentése a 70 nemzetnek. Azaz, amikor a 70 nemzet kormányozza Izraelt az emberben, ez úgy tekinthető, hogy Izrael nemzete számüzetésben van, a nemzetek uralma alá van hajtva, és ez azt jelenti, hogy a vágyai Izraelnek a nemzetek által van kontrollálva, és Izrael egy része nem tud a teremtő érdekében cselekedni, csak a saját maga érdekében. Ezt teljes egészében lehetetlen megérteni értelemmel, hogy hogy lehetett egyáltalán lehetséges kitörni a nemzetek uralma alól a világban. Ez azért lehetett így, mert amilyen mértékben valaki törekedett arra, hogy kilépjen ebből a kormányzásból, volt sikeres. Azonban éppen ellenkezőleg minden alkalommal egyre jobban kellett, hogy lássák, hogy lehetetlen kitörni a számüzetésből. Ezért nekünk mindig emlékeznünk kell az egyiptomi számüzetésre, ahogy írva van, hogy emlékezzetek azokra a napokra, amikor kiléphettek Egyiptomból, azaz hinnetek el abból, ami írva van, hogy én az Úr, az Istenetek, kivezetlek benneteket Egyiptomból, és az Istenetek leszek. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő kivezette Izrael népét Egyiptomból, és ezáltal ők elnyerték azt, hogy az Istenetek leszek, azaz ő vezetett be bennünket a 70 nemzet uralma alá, ő is vezetett ki onnan, és ezáltal nyertük el, hogy az Istenünké vált. Ugye, ha van kérdésetek, olvasásra, akkor szóljatok. Na, folytassuk. Az ember nem mondhatja azt, hogy ez rosszabb volt, mint mikor az emberek egyiptomba voltak, vagy hogy a Teremtőnek megvolt volna az ereje, hogy kivezesse őket az idegen uralom alól. Azonban látni kell, hogy amikor az ember a saját kicsinységét kell, hogy felismerje, és csalódnia kell mindenben, akkor rosszabbnak kell látnia magát mindazoknál, akik ma egyiptomban maradtak. És itt meg kell, hogy értsük Ari szavait, aki azt mondja, hogy Izrael nemzete a kivonulás előtt átment a 49 tisztátalansági kapun, addig, amíg a Teremtő meg nem jelent a számukra, és meg nem váltotta őket. Ebből kifolyólag, még ha egy is meglátta a felső, a saját alacsony rendőségnek a mértékét, nem tudott megszökni ez alól, és hiába hitt abban, hogy a Teremtő majd kivezeti őt a számvezetésből, be volt ágyazódva a világ nemzetei közé. Ilyen módon látnunk kell, hogy egy teljes alapja mindennek a hitben rejlik, és csak a hit által lehetséges a kivonulni a számüzetésből. Tehát nem kell emlékeztetnünk az értelmünket, ha bár az ember nyilván a saját magának megfelelő mértékben tud megítélni valamit, azonban amikor az embernek az intellektusa látja a valódi állapotot, ez elegendő kell, hogy legyen az értelem fölötti hit beemelkedés. Ez más szóval, senki nem tud az értelem fölötti hit beemelkedni a Teremtő segítsége nélkül. Hogyha az ember látja, hogy meg se tud mozdulni, egy milliméter sem tud előre menni a saját értelmében, akkor fog rájönni, hogy segítségre van szüksége. Igen, mondja rá.
מהגלות למצרים לפני שאתה מגיע לשערי טומאה. Cika. Memtet sharei toma. מה זה memtet sharei toma ביחסים? Ugye mi nem tudunk a számvezetésben rájönni, amíg nem vagyunk a 49 tisztázsai kapun. Ez a Hagadában van leírva, magyarabb. A húsvéti történetben, hogy az izraeliek, amiért kijöttek volna Egyiptomból, keresztül kellett, hogy menjenek a tisztátalanság 49 kapuján. De mit jelent? Mit jelent a tisztátalanság kapuja? Hogy kezdtek képzelni? Van egy ötvenedik kapu, ami a tisztátalanságot képezi, de nyilván a 49 kapu van az 50 előtt, az ugye az 50 minusz 1, az 49. És ez a tisztátalanság kapuját jelöli, hogy valóban, tehát amikor ők megpróbáltak kilépni az egóból, a mások szeretettel felé fordulni, de képtelenek voltak, akkor újra megpróbálták, és újra képtelenek voltak, és ez addig ment, amíg föl nem fedezték, hogy teljes egészében abban az állapotban vannak, ami nem fog őket kiengedni sehova. És aztán ez is elfordult, hogy nem akartak kikerülni, mert nem tudtak, és nem is akartak utána már. Nem volt erejük, nem volt külső-belső erejük arra, hogy kilépjenek innen. Elértek egy állapotot, ami a totális csalódottság állapota. Azaz, az egójuk az vezette őket a hülyeségek fele, amik az életben teljesen értettek. És... Akkor ücsörjünk a napon, ha ehetünk, mint akkor eszünk valamit. Ez volt egyébként az az élet, ami Egyiptomban volt. És az embernek sokszor kell éreznie azt, hogy megelégedetlen, hogyha tudja, mi történik. Na, de ki az, aki boldogabb a világban? Hát a macska boldogabb, boldogabb, mint te. Mondja rá. Tehát... Kiül a napra, eszik valamit, és hogyha minden rendben van, akkor rád nézni a nyávok kettőt. Egy olyan módon, hiszen viszonyul hozzád, és aztán elrohansz. Te pedig egy szerencsétlen pali vagy, elmész dolgozni, és fogalmat sincs az életednek, mi az értelme, hogy miért csinálod. Nem vagy tőle boldogabb. Nyilvánvalóan keresed az iskolát a gyerekednek. Megpróbálsz, amikor hazajössz a munkából, bemész a szupermarketbe, megvásárolsz valamit. Következően ugyanezt történik. Lehet, hogy egy-két hétköznap te kicsit takarítasz, és aztán erre van szükség, ennyi az ember? Tehát lehet, hogy egyszer egy évben elmegyek egy hétre nyaralni. Na, de senki nem tudja, mi történik majd velem útközben. Én meg csak itt fekszek, heverészek. Tehát a macskának sincs mit kezdeni, nekem se. Tehát én jól érzem magam, hogyha egy macska létet tudok itt megvalósítani, mondja rá. Ki a boldogabb, még egyszer kérdezi a kérdést. Ki érzi magát teljesebbnek? A macska. Tehát az ember a legalacsonyabb rendű állapotban van, szegény. A kérdés tehát az, hogy amikor ti látjátok az életünket, és látjátok, hogy mi hogyan működik, mi valóban el akarjuk érni az állapotot, hogy érezzük, hogy nincs más lehetőségünk. Ugye a lecke első részén beszéltünk erről, hogy az életünk valóban egy olyan állapotba került, hogy mi vagy. Tudjuk, hogy mit kell tennünk az emberiség 90%-a, vagy egyszerűen nincs rá szükségünk. Tehát 200 évvel ezelőtt az embereknek nem is volt mit enniük, ma pedig az emberek már nincs szükség arra, hogy azért dolgozzon, hogy legyen mit ennie. Tehát ma nincsenek problémák. Tehát mit kell tennünk?
רק חצי מיליארד. סתם ככה אני אומר לך. מה יעשו אנשים ש... לאן העולם מתקדם? תראה, מי az, amit az embereknek tenniük kellene? Merre mozdul a világ? Milyen fajta racionalitás jelenik meg a világban, az emberekben, az óriási mennyiség emberben? Mondjátok meg nekem. Tehát hogy építitek fel a következő generációt? Tehát itt van néhány különböző megközelítés, tehát nyilvánvalóan voltak gázkamerák, és ugye jó néhány embert utána elhamvasztottak. És akkor voltak azt mondta, hogy ez borzasztó, van, aki meg azt mondta, hogy hát ez nem volt kedves, de nem törődik vele. Tehát mi nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt megtrükkölni, de ez egy komoly probléma. Tehát hagynunk kell, hogy ezek az emberek megnyilvánuljanak. Nyilván vannak ideológiák, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogy megnősüljünk, és ugyan már nő és nő között, férfi és férfi között is vannak házasságok, és miért van ezekre szükségünk, miközben ilyen sokan vagyunk? Hát ez egy óriási probléma, ez a legnagyobb probléma ma, hogy több milliárd ember van, akik hasznavehetetlenek, haszontalanul élnek, és még nincs, egyelőre nincs még kajában szükségük, de ez egy nagy teher, és nincs mit kezdeni ezekkel az emberekkel, nyilván nincs az a tér és idő, amiben valóban el tudnánk őket látni, hogy ők... Úgyhogy itt egy óriási probléma nyilvánul meg, amely a jövőre nézve komoly bajokat hordoz. És nyilván ezt egy racionális módon kell megvizsgálnunk, és látnunk kell, hogy ez a probléma hogy működik, és meg kell érteni, hogy mi történik a világban. És az emberek miért nem várják a jutalmat? Mert az emberek olyan módon viselkednek, hogy meg akarják érteni. Mivel egy óriási problémát jelentett. De a világ kötelez bennünket, hogy elérjünk egy új struktúrát, és kiépítsünk, és működtessünk. És ez a mennyiségű ember a világban természetesen akár egy atomháború is juttathatja az emberiséget, hiszen mi az, amit a természet meg tud tenni? Kötelez bennünket egy olyan fajta megnyilvánulása. Tehát mi nem is tudjuk, hogy hogyan működik. Tehát nyilván az alsó szintekről beszélünk. Mindenki hazudik, ez a legnagyobb probléma magának is. De nyilvánvalóan az a hatalmas mennyiség, amely... Ugye legyen ez egy egoista formában megnyilván, nincs más választásunk, mint hogy elérjünk egy minőségi állapotot. Tehát hogyha mi, mivel nincs más választásunk, mondom nektek, tehát a 90%-a nem fog dolgozni az embereknek, és nincs szükségünk semmire igazából. Nincs mit tennünk, és ez egy dolog, de hagynunk kell, hogy dolgozzanak a köztük lévő minőségen, mert csak ezen a módon érhetik el az emberi létezés, az előrehaladást, hogy minél jobban egységre lépnek, olyan módon fogják az életnek az új fajtáját, formáját felfedezni. Tehát látnotok kell,
ugye itt nyilván fölbukka még jó néhány kérdés, de mondom nektek, hogy a megközelítés felülről az valóban tisztának kell lennie. A probléma az nem más, mint hogy a változás pontja, amit ma meg kell élnünk, ahogy mi az ásványi növényi szinteket fejlesztjük, egy új szintre emel bennünket, amit el kell érnünk, és az emberiség azonban egy újfajta emberisége kell, hogy váljon ezáltal. Oké, tegnap... itt ugye... ugye felfedezték a felgyorsítást, most nem tudom, kiről beszéltünk, ezt nem értettem. Valami tudósra beszélnek. Tehát volt egy tudós, aki... senkinek nem volt szüksége arra, amit felfedezett, de nyilvánvalóan... ugye elkezdtek egy részecskével foglalkozni, és azt mondták, hogy isteni részecske, majd ezt felfedezik, és akkor nyilvánvalóan megnéztek, hogy mekkora hülyeség az egész, hogy mit akartak ezen keresztül bebizonyítani. Tehát... de ez azért van így, mert ők képtelenek a dolgokat igazából azon a módon megérinteni, a tudósok, amelyekre igazán szükség lenne. Tehát az embernek fel kell fedeznie, meg kell értenie, hogy mi az Isten részecske, ez ellentmond egymásnak, mert az istenség az valami spirituális jelent, amit nem lehet a mi érzékelésünkkel érzékelni. Tehát nekünk az a spirituális, tehát nincs isteni részecske, miről beszélnek? Oké, hát hívják ki így magyarabb. Adjanak neveket. Tehát fognak egy kis részecskét, azt mondják, hogy ez az Isten részecske. De ezt csak így elnevezték. De ez egy manipuláció nyilvánvalóan. De mit akarsznak ezek a szegény fickók magyarabb? Nekik meg kell élni, a létezésükhöz kell ez. Olyan fajta formát keresnek a kifejezésnek, amire az emberek nem odafigyelnek. Hát mennyi pénzt költöttek erre? Tehát kérdezni milliókat? Vagy talán több százmillió dollár? És ezekre a milliókon keresztül más is lehet tehetünk volna. De látnotok kell, hogy erre költötték a pénzt. Miért? Mert az, akik felfedezték, azok talán még erőtesebb bombát tudnak ebből építeni. Tehát nem atombomba lesz, hanem nem tudom, hogy milyen bomba. Oké, na de akkor mi a kapcsolat a spiritualitás között és a fizikai világ között ebben a tekintetben? Tehát ezek részeske gyorsítókon keresztül gondolod, hogy felfedezed a spiritualitást? Hát ez egy hülyeség, magyarabb. Hát érte, hogy jutott eszébe bárkinek ez a gondolat, akár neked is? Hiszen, tehát fizikai dolgok között, ha nem lép fel a kapcsolat, akkor nem tárul fel a mozgató erő. Tehát, hogy ez csak általunk tárolható föl, ami tudatosságunkban tárolható föl, az isteni részecske köztünk. Tehát annak érdekében, hogy megszerezzünk, nyilvánvalóan is megérezzük, hogy van valami, ami adakozni képes. Tehát mi nem tudunk hidat építeni a két dolog között, tehát nincs rövid átjáró a kettő között. Tehát mi nem tudjuk ezt felépíteni, nem tudunk valamit felépíteni, mert a világok között mozog. Tehát itt van egy vágás, itt van egy felett, tehát nincs olyan tudós, aki pontosan értené, hogy valami spirituális vagy nem. Hát honnan értené? Hát nyilvánvalóan a tapasztalat megfelelően elnevezik valaminek. Tehát... hát hány tudós van, aki szerint érti azt, amiről mi beszélünk? Ugye Einstein és a többiek talán értették, egy-kettő. Tehát van, aki értette, van, aki nem értette, de mindjárt ők mindig behetettek a behatárolcsákról. Tehát először egy újságot, vagy egy bekapcsolatot, tehát ott mekkora hülyeséget hallasz. Oké, na, de a tudósokról egy cikk volt, tehát mi tudjuk, hogy a spiritualitás az mi a fizikai életünket befolyásolja, én sokszor elmondtam már ezt. Tehát ön azt mondta, hogy az ember akkor is, ha itt a spiritualitást, akkor is befolyásolja. Rav. Igen, a körökben,
Nyilván fölépítesz egy gyorsítót, amelyet befolyásolni tud, és ha majd téged befolyásol majd, de ennek semmi köze a kvantumfizikához, hanem a kabalához van köze. Tehát neked el kell választani ezeket a dolgokat, tehát neked valami újat kell fölépítened, és ez alapján az emberi gondolatokban jelenik meg a gyorsító, mikor az ember önmagán dolgozik, és egyesülni akar másokkal. És akkor önmagában találta egy új spirituális erősítő. Na, erre mondtad, hogy gyorsító. De ez valami tök másról szól, mint amit te az előbb idézted az újságból. Hát ez más módon nem működhet, magyarul. Tehát persze mondtad, hogy igen, na de akkor... Tehát nézd meg, lehet a cukromat mérni, a vérnyomásomat, milyen eredmények vannak, de ezek igazából semmit nem jelentenek. Annak az érzése, az az érzése szemben, ami az egységet próbálja meg definiálni. És itt ugye több ezer oka lehet ennek, ami történik. Tehát nyilvánvalóan ez nagyon fontos, hogy a fizikai világból, vagy a nem fizikai világból képesítek előre fele haladni. Tehát adjad nekem egy példát. Tehát tanítsatok engem. Tehát, hogyha valamifajta cselekedetre kell jutnotok, ez nyilván azt jelenti, hogy nekem meg kell jutnom a kabala bölcseletéhez, ha is spirituális munkát végzek. Mit jelent ez? Ha én spirituális munkát végzek, akkor a saját belső valóságérzékelésemet megváltoztatom. Egy új valóságérzékeléshez jutok. Mert a belső változásai, mert a belső edényem változásai, az, amit én magamnak tekintek, amiről le tudok válni majd, én különböző világokat tudok feltárni, mert feltárom a minőségeimet. Ez azt is jelenti, hogy igen, igen, mondja, hogy én megváltozom az értelmemet. Te is, akik nem tanulnak kabalát, hát nyilvánvalóan az, hogy a minden helyen milyen fajta kapcsolatban vagytok egymással, tehát az ember bele van foglaltatva az összes körökbe, és tehát ilyen módon a saját fejlődésének a gyorsítójává válhat, a felső erőt tudja használni erre a felgyorsításra, és hirtelen felfedezheti, hogy hogy lehetséges összekapcsolódni, és ilyen módon nyilván hogyan lehet ezt elérni. Tehát itt magasztos dolgokat kell érni, emelkedettséget, és lassan-lassan a fény befolyásának az eredményeképpen történik ez meg, tehát nem, itt nem valami lecke hatására történik ez meg. Tehát a fénynek a befolyása az, ami működik rajtunk, és ez az, hogy előre haladunk. Sáj kérded. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk... Tehát... Valóban... Tehát itt semmi nem ok nélkül történik, mondja a Sáj. Tehát nyilvánvalóan, hogy az isteni réteskéről beszélünk. És nyilvánvalóan, ez nekünk milyen fajta komponens jel meg a felsőbb szinten? Ez a helikai loki.
És nyilván hogy jelenik meg az isteni részecske? Tehát, hogy mi az, ami létezik, mi az, ami nem. Tehát volt a nagy robbanás, ezt ugye... Tehát mi nem tudjuk, hogy mi történik itt. Az összes kép bennünk van. Tehát az egész univerzum bennünk létezik. És ez csak a valóságérzékes, ami jelenik meg, nekünk el kell fogadnunk ezt. A tudósok meg nem fogadják ezt, amit mi beszélünk, mert nem érezhető. Tehát a teljes tudomány az a kabala bölcsességéről szól, tehát Bálaszolám és Bálaszolám is elfogadta a tudósok megközelítését, sőt, ő azt is mondta, hogy ez csak az emberiség valódi természetének a felfedése után lehetséges. Amikor az ásványi növény állati szintek is csak akkor tártak fel, ha az ember pontosan megfejti a saját természetének a működését, az egónak a működését, az Alef, Bet, Gimel és többi szintem. Tehát, hogy az Alef, Bet és a Gimel szinten az egónk az hogyan működik, és ezt tekintető tudománynak, hogyha értjük pontosan, hogy ennek a világnak a vaskosságán ez hogyan működik. Mi a fontos a számunkra? Tehát, hogy minden jelenség az csak bizonyos módon létezik a spiritásban. Tehát nekünk föl kell fedezni valami fajta adatot, tehát mindenek előtt nekünk tudni kell, hogy hogyan lehet feltárni a spirituális jelenségeket. Na, folytassuk egy kicsit, mondja rá. És a legfontosabb dolog, amit megkövetelnek az embertől, hogy a saját teljességére törekedjen, az az, hogy elnyeri a naranhány fényét a nesemán belül, és ez pedig a teremtőre való igényben jelenik meg, ahogy a bölcseink ezt mondják, hogy az, aki megtisztul, az irányulni tud, és a Zohár azt mondja erre, hogy ki az, aki irányul, akiben van Szentlélek. És amikor valaki megszületik, megvan adva a lélek megszületésének a lehetősége a bestián túl, és nyilvánvalóan föl kell tárolni a ruachot ezen belül. Ezért mondják azt, hogy nagyszerű dolog, amikor az ember eljut abba az állapotba, hogy felismeri a teremtő segítsége való igényét, és a legnagyobb erőt felülről kaphatja meg. És egy új erőt szerez meg minden egyes alkalommal, ami azt jelenti egy új lelket, a lelkének egy új részét, és ilyen módon a teljes naranhájt megszerezheti, amely a saját lelke gyökeréhez tartozik. És ezt követően megtörténik a csoda, egy olyan csoda, amit az ember egyedül nem tudna elérni, mert egyszerűen lehetetlen egy ember számára, hogy ezt egyedül elérje, addig, amíg az így csoda nem történik felülről. Csak ezen a módon beszéltünk csodáról. És ebből kifolyólag, amikor az ember felismeri a gonosz hajlamnak a működését, azaz, hogy lehetetlen a világ nemzeteinek uralma alól kilépni, ilyen módon Izrael számvezetésben van, és nincs mód arra, hogy hogyan ragadhassa meg a teremtő segítségével az erőt, és az, hogy fogja kivezetni őt a világ nemzetei közül, hogy Izrael gyermekét az Isten kormányozza, az csodának tekinthető. És ez az, ami Izrael Egyiptom földjére való kivezetésről szól, ami azt jelenti, hogy a teremtő vezeti ki őket
nyilván az egyiptomiak befolyása alatt, és az embernek hinnie kell az egyiptomi számüzetésnél, és nyilván ez a teremtő felé való haladás jelenti, tehát nekünk hinnünk kell abban, hogy a teremtő szándékosan megy egy úton előre, és ez egy valódi csoda, ami csak akkor létezhet, hogyha az ember ki akar lépni abból a kormányzásból, ami és minden csak a teremtő irányába kell megtenni, és amikor az ember eléri a lisma állapotát, amikor a teremtő érdekében tesz minden, ez jelenti azt, hogy elnyerte a teremtővetett hitet, és akkor megkapja az erőt, hogy a teremtőért is dolgozhasson, és ezt nevezik úgy, hogy lisma. Azaz, ezt úgy is hívják, hogy valaki az adakozás útjával foglalkozik a teremtő irányába, ami azt jelenti, hogy minden, amit tesz, azt a teremtő érdekében teszi. Azaz, az embernek hinnie kell a teremtő kegyelmében, és abban, hogy a teremtőnek okoz örömet mindezzel. A nyelvezet az nem nagyon van közel hozzánk, mondja Rav. Ez nagyon vallásos szövegnek tűnik. Tehát, hogy örömet kell okoznunk, így és így, úgy és úgy. Ezért a edényeinkhez közelebb álló nyelvezetet szoktunk mi használni általában. Mit jelent az, hogy az embernek hinnie kell abban, hogy a teremtő valóban segít kivonulni? Ez azt jelenti, hogy van egy erő felülről, amelyet fénynek nevezünk. Azon a szinten, amin mi beszélünk róla, amilyen szinten azonossá tudjuk magunkat tenni a fénnyel, én nyilván itt nincsen limitáció, ő állandó nyugalomban van, az ő természete az, hogy egy bizonyos szinten előnyt, mi az előny? Nyilvánvalóan... Tehát minden a felkészülésünktől függ, mondja. Tehát az embernek hinnie kell ebben, mert az egész rendszert az erők mozgatják, és az embernek csak föl kell tárnia az utat, hogy a fény be tudjon lépni, és befolyásolni tudja az embert. Egy meghatározott és előre kiszámított módon. Niv. Tehát akkor nekünk a Vöröstengeren át kell vinni magunkat, és ezt az ünnepek alatt kell. Hát persze van még néhány napunk, tegyétek meg, magyarul. Oké, de az embernek nincs más valósága, mint az embernek hinni kell, hogy a teremtő segít neki, és kivezeti őket a világvezetői alól. Hát ez a csoda, ugye ezt írja Bárha Szulán. Így van. Hát persze, hogy ez a csoda. A legfontosabb dolog, hogy az egyiptomi számüzetés az egóból való kilépés jelenti, nyilván ez egy újfajta minőség felé fordulás jelent, ami előtte nem volt, amivel az ember ábrázolni tudja magának, hogy mit kell tenni az adakozás érdekében, hogy valóban ki tudja lépni az önmagára irányuló aggodalomból, és előre tudjon haladni a fejlődés irányába. És ez az, amit az embernek látnia kell maga előtt. Tehát, hogy én képtelen vagyok saját magam ezt elérni, nem lehet, nem elérhető a számomra, azonban nyilvánvalóan és mégsem tudom elhagyni ezt a dolgot, tehát elérni sem tudom, és kilépni sem tudok belőle, és minden alkalommal, amikor erőfeszítést teszek a helyes edény megszerzésére, ami nyilván nem egyszerű dolog, akkor nekem arra van szükségem, hogy a teremtőt kérjem, hogy tegye meg a számomra ezt, és ha nem teszi meg, akkor majd a következő pillanatban várnom kell újra a fényt, de csak ha készen állok erre, akkor kapom meg az előadásnak az elejét, mert különben szenvedésen keresztül csak problémákkal szembesülök. Ez az, ahogy előre adok, egész addig, amíg el nem érem a tisztátlanság 49 kapuját. Nyilvánvalóan el akarnak engem ütatni, valóban, ahhoz, hogy a fény megtegye a csodát, és beavatkozzon. A lecke felkészülésben mondtuk, arra kérdezik, hogy mi az, amiben hiányunk van,
hogy elérjük a kivonulást ezen az ünnepen. Tehát akkor mi van a hiányunk? Hogy kilépjünk a kivonulást megtörténjen a ünnep végéig. Mi az ember hiányunk van, mondja? Egyetlen dolog. Egy dolgot kell akarnunk, ez pedig a legszükségesebb dolog a számomra, szükségesebb bármi más, és csak ebben tud megtörténni a kapcsolat, csak ez a fajta csodat mehetett meg bennünket együtt. A kapcsolat. Ennyi, mindjárt. Ha ezen a módon vagytok képesek gondolkodni, akkor meg fogjátok látni, hogy milyen hiányt kell még annak érdekében megszerzettek, hogy ebbe a szándékot tudjátok jobban elmerülni. Mivel nyilván itt egy negatív erő tárul fel a mi világunkba, ugyanúgy a pozitív erő is fel tud tárulni, és dörömből az ajtón, akkor ki kell nyitni, és nekünk kell kinyitni, mondja, nem fogja kinyitni, értünk senki. Nincs ennél többről szó. És mondja, cselekedőket végre, hogy előre haladjunk, minden áldott nap új és új érzéki különbözeteket kell feltárni, látni kell, mennyire vagyunk képtelnek magunk megtenni valamit az edényünknek megfelelően. Tehát itt vagyunk, meg kell vizsgálni, hogy mi történik, ki kell mennünk a masszív terjesztésbe, és ezen keresztül tudunk előreadni, és meg tudjuk érteni a gonosznak a feltárulását. Az anyag a különböző módon az, hogy mi fog segíteni nekünk, és én valójában én nem vagyok elégedetlen az előadásunkkal. Tehát én boldog lennétek, hogyha megmondjátok, hogy én mit tehetek még hozzá. Oké, mondja Rav? Mindenki elégedett, boldog és fáradt. Akkor hát éhesek vagytok, vagy mérgesek vagytok, csak akkor lesztek akkor álltok készen. De reméljük, hogy estére már mérgesek lesznek. Oké, tehát akkor mi van már a bejelentés? Bejelentés az életnek a kulcsa, orosz nyelven, ugye ez 8-án, azaz ma, egész Izraelben, tehát mi a húsvét nappalában és éjszakában különbség, mondja a városokat, nyílt sorolja, és hogy milyen telefonszámon lehet jelentkezni, és indul az ingyenes kavalakurdus, angolul, amerikaiak indítják ezt, spanyolul és angolul, az interneten keresztül április 15-én indítják, ugye ez hasonló a nálunk futó kurdusokhoz, és különböző időpontokban lesznek, tehát ezt mindenkinek szép napot kívánunk. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי העם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שכחן לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי
בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לא, אור הזוהר יורד על כה. אשרי העם שככה לא, אור הזוהר יורד על כה.